A Kisvárdán megtartott projektzáró rendezvényen elhangzott, a határmenti település lerakójában is beindították a beszerzett mechanikai biológiai kezelőművet, amely nagyban segíti majd a település hulladék gazdálkodását. Az üzemeltetés a nagyecsedi telep működéséhez hasonlít. Két mobilgép kerül beállításra. A hulladék, amikor bekerül a telepre, először egy lassú járatú, lassú fordulatszámú erős aprítógépen kerül áteresztésre, ami 15-20 centi nagyságúra ledarálja, majd ezt a ledarált hulladékot átvezetjük egy rostán, ami ketté választja majdnem 50%-ban egy könnyű frakcióra és egy lehulló neheze frakcióra. A könnyű frakció az gyakorlatilag alkalmas lenne erőművi vagy akár távfűtő műben történő égetésre, alkalmas hulladékot állít elő, a lehulló frakció pedig komposztálásra kerül, amelynek a végeredményeképpen ennek a hulladéknak csökken úgymond a veszélyessége, a csorgalékvízképző és a metánképző hatása. Majd csak ezt követően kerül be a depóniába végleges ártalmatlanításra. Kisvárdán környezetvédelmi, gazdasági és munkaerőpiaci oldalról is jelentős a beruházás, mondta a település alpolgármestere Maklári Balázs Bertalan a projektzárón. Ennek az iparőzési adó vonzata, mivel itt van ez a lerakó, ez több mint 10 millió, illetve közel 10 millió forint. A másik, ami szintén nem kis dolog a környék életébe, több mint 50 embert foglalkoztatnak, és én úgy érzem személy szerint, mint alpolgármester, hogy az elmúlt időben, amióta megvan a lerakónk, mintha tisztább lenne a város és tisztább lenne a környezet. A Szilárd Hulladék projekt második ütemében 18 új gyűjtőautót, 100 ezer darab, 240 literes gyűjtőedényt, valamint 30 ezer komposztálóládát szereztek be a kezelőműveken túl. A fejlesztések második ütemében a hulladék környezetszennyező képességét csökkentették, biztonságosabb tárolást és ártalmatlanítást értek el, hangzott el a nyíregyházi záró rendezvényen. Ezekkel a fejlesztésekkel ugye a lakosságnak komfortosabbá válik a szelektív hulladék begyűjtésének a lehetősége, a módja. Minden családi házas háztartásba kiosztunk egy 240 literes szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényt, kukát, ugye köznapi néven, amit havonta egy alkalommal fognak a kollégáink begyűjteni, és ez a szelektíven gyűjtött hulladék a nyíregyházi válogató csarnokba kerül, ahol válogatás és bálázás követően újrahasznosításra, elszállításra kerülnek ezek a hulladékok. A vegyes hulladék kezeléséből a lakosság sok mindent nem fog érzékelni, mert ugye ez a telephelyeinken történik, ez arra szolgál, hogy a hulladék lerakóba kerülő hulladék minél kevésbé legyen környezetszennyező, csökkenjen annak a csurgalékvíz kibocsátása, illetve a metángáz termelődése. Az 1000 ingatlan feletti településeken már szinte mindenhol kiosztották a hulladékgyűjtőket, de legkésőbb november végéig mindenki megkapja, akinek nincsen 5000 forinton túli tartozása.